Hírstúdiónk mai vendége Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. Mai vendégünk Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét. Megtörtént, rövidében mondom, a KIA, ami Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézménynek a felújítása. Ez egy hatalmas mértékű beruházás volt, amely ugye a projekt neve szerint infrastruktúrális fejlesztés, de azért ennél jóval több. Mit lehet tudni a részletekről? A Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény felújításának projektzáró online átadására került sor 26-án, március 26-án, egy péntek délelőttön rendhagyó módon, hiszen ilyen még nem történt. Ugye figyelembe vettük a járványhelyzeti intézkedéseket, és ilyen módon valósulhatott meg ez a projekt záró rendezvény. Maga a felújítás több évet foglalt magába, hiszen ha onnan veszük, hogy 2017-ben indult azzal, hogy kezdtük a pályázat megírását, hogy milyen fejlesztések valósuljanak meg ebben az intézményben. Két irány volt, az egyik az infrastruktúrális fejlesztés, a másik pedig a belső szakmai megújulása az iskolának. Az évek alatt ugye nagyon sokat kellett alkalmazkodnunk pedagógusoknak, gyerekeknek, szülőknek ahhoz, hogy a kivitelezés során minden gördülékenyen, zökkenőmentesen menjen, és én most megragadom itt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden ebben résztvevő félnek, a szülőknek, a pedagógusoknak, a gyerekeknek, hiszen nagyon sok alkalmazkodásra, kreativitásra, megértésre, türelemre volt szükség ahhoz, hogy minden rendben menjen. És ebben nekik nagyon nagy szerepük volt. A kivitelezőknek pedig szeretném azt megköszönni, hogy a projekt első percétől kezdve az utolsó percéig rendkívüli módon együttműködőek voltak. Tehát kíváncsiak voltak a mi véleményünkre, hogy mit szeretnénk, itt az infrastruktúrális fejlesztésre gondolok, hogy hogyan is nézzen ki belülről az az iskola, mit hogyan készítsenek, hogyan történjen a kivitelezés, hogy az tényleg egy barátságos iskola legyen, ahová nap mint nap járnak a pedagógusok, minden dolgozó ugye a hivatásukat végezni, és ahova minden nap a gyermekek is jönnek az ő feladataikat végezni. Tehát köszönöm nekik ezt az együttműködést. A projektnek a legfőbb célja az volt, hogy egy energiahatékony, korszerű, mindennel felszerelt, a 21. századi elvárásoknak megfelelő, mind infrastruktúrálisan, mind infokommunikáció terén akadálymentesített épület kerüljön kialakításra. Én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben megvalósult. Megtörtént az épületnek a teljes fűtés korszerűsítése, villanyhálózat korszerűsítése, a gazdaságos energiafelhasználást napelemek segítik, új gázkazánt kapott az épület, megtörtént a nyilászárók cseréje, a bulkolatok cseréje, a vizes blokkok felújítása, az udvarnak a rendbetétere, a gyerekek nagy örömére játszópark került kialakításra, a külön épületrész került hozzáépítésre a meglévő épülethez, ami teljes mértékben kielégíti az igényeket. Teljesen kicserélődött az intézménynek a bútorzata, ami szintén emeli az iskolának a korszerűségét. Kialakításra került egy kis konyharész, amely nem csak az ott dolgozókat és pedagógusokat szolgálja ki, hanem kapcsolódik majd a szakmai belső megújuláshoz is, amiről a későbbiekben fogok beszélni. A projekt milyen összegből és forrásból valósulhatott meg?
A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében európai, illetve hazai, a magyar állami forrásból valósult meg, összesen közel 543 millió forintból. Beszéltünk arról, hogy mik újultak meg az intézményben, arról is volt szó, hogy milyen berendezéseket kaptak. Az érdekel, hogy amikor a gyerekek birtokukba és a pedagógusok birtokukba vették az intézményt, nekik mi volt az első élmény, az első meglátás, az az aha, hú, ez a rácsodálkozó élmény. Igen, ugye erre az első napra, ez év 2021. január 4-én reggel került sor, hiszen akkor vették a gyerekek, pedagógusok birtokba az intézményt, és akkor volt ott az első tanítási nap ebben az évben. Hát a gyerekek azok meglepődtek. Hirtelen nem találták a helyüket, eltévedtek az épületben, és számtalan gyerekkel találkoztam a folyosón, aki jött velem szembe, és mondta, hogy Csillarin, én teljesen el vagyok tévedve, azt sem tudom, hogy most hol van az osztálytermem. Tehát olyan átalakuláson ment keresztül a belső tér, hogy a gyerekek is pár napig úgy nem igazán találták, hogy ők most mellé is tartsanak, de ebben segítségükre voltak a pedagógusok, hiszen rögtön az első nap reggelén kalauzolták őket, hogy hol is van az ő osztálytermük, illetve az a nap azzal telt, főleg az alsó évfolyamokon, hogy a tanítónénik körbevezették a gyerekeket az iskolán, hogy ne tévedjenek el, hogy mi hol van, mit hogy lehet megközelíteni, de ők is nagyon örültek a felújításnak, hiszen ahogy körbe mentem az első napon minden egyes osztályterembe, és minden egyes osztállyal egy pár szót váltottam, azok voltak a tanulói visszajelzések, hogy örülnek ennek a szép környezetnek. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen az érdeklődést.